Tápai Antal 1902-ben született Kistelek tanya világában. Egész élete teljes szobrászi működése szeretett városához, Szegedhez kötötte. Született őstehetség volt, ezermester, tudású mesterember és alkotásra hivatott, ösztönös, öntörvényű szobrász. Igaz ember volt, hiteles alkotó, a mára virágba szökkent szegedi szobrászat alapokat lerakó mestere. Ezt írja róla Tóth Attila művészettörténész, aki hozzáteszi, ennek ellenére egész életműve egy torzó maradt. Nagyon szerencsétlen korban került a pályára, rendkívül gátló körülmények között nem tudta igazából kibontakoztatni a szobrászi tehetségét. A 60-as évek elején, amikor én már 60 éves volt, akkor a hivatalos művészetpolitika félretette a szegedi is. Én Budapesten, a képzőművészeti főiskolán csak két nevet tudtam Szegedről. Tápai Antalt és Winkler Lászlót. Ezt azért mondom, hogy Tápai Antal igen elismert, jeles művész volt országszerte, csak itt helyileg nem tudják hova rakni. Mai nap is se szerintem. Az ő nevéhez fűződik a Timörkin gimnáziumnak a megalapítása, és ebben a úgynevezett holt időszakban, amikor egyszer nem jutott olyan munkához, hogy nem tudta volna mutatni, mi van benne, akkor neveltek ki a mai szobrászok javát. Tápai Antal ugyanúgy 902-ben született, mint apám. Én apámat elvesztettem 18 éves koromban. Az apám is lakatos volt, Tápai is lakatos volt. Én egy ilyen, hogy is mondjam, iparos családból származom. Én nekem Tápai Antal, mondanánk úgy, hogy atyai jó barátom volt, mert ez egy olyan szépen hangzó kifejezés. Én ővele mindenben gyakorlatilag egyet értettem. Őt nagyon sokan támadták itten, és hát én is azok mellett voltam, akik ő mellette álltak akkor. Tápainak a szobrászi attitűdje, tehát ez a mély expresszivitás, ez a drámai kifejezésre való hajlam, annak a Horthy korszak még csak-csak megfelelt volna, de mire munkához jutott volna, lásd Tejtik Béla futárja, addigra a korszak megváltozott, a következő politikai alkotók erre nem voltak vevők. Amikor én ide jöttem és bemutattak Tápai Antalnak, én megmutattam a munkáimról készült fényképet, ő a következőt mondta. Menj vissza Pestre, ez egy kultúrkátyú, ez nem neked való. És hogy mennyire ragaszkodott Szegedhez, arról ő maga így vallott. Leghatékonyabb emlékeimben, álmaimban, vágyaimban, reményeimben, indulataimban, de a csontszöveteimben és az agysejtjeimben is itt van Szeged. Éltem társadalmának minden szintjén. Ismertem társadalmának minden rétegét, gyűrődését, zegét, zugát, vetődéseit. Minden réteg új érzelmi kapcsokkal rögzített Szegedhez. Reám és bennem rétegződött Szeged minden társadalmi bonyolultsága, feszültsége és légüres tere. Nekem voltak Szegeden leghűségesebb barátaim, legnemesebb szívű jóakaróim és leggyűlölködőbb ellenségeim. Bennem és körülöttem fejlődött, zajlott és zajlik Szeged. A Szegedhez ragaszkodása az olyan gyökeri volt, hogy nem is nagyon tudott volna más közegben létezni. Tehát egész egyszerűen a lételemét, gyökerét, a művészetek az éltető erejét vesztette volna el. Mindaz, ami itt látható, az méltóképpen tükrözi az ő nagyszerű művészetét. Ott van a Don Quixote, ott vannak a Juhász Gyulák, nem József Attila. Aztán akár a nagyon szépen megmaradt gipszek, tehát itt gondolok a ősi keleti népek békeszózatára, vagy éppen a törött mankók világháborús emlékmű szerint. Ez az a bizonyos Negyedik Béla futárja című szobra, amelyekkel ő pályázatot nyert, és ez lett volna a szegedi reprezentatív első világháborús emlékmű. Ha ma ez Szegeden állna,
akkor sem Tóth Sándornak, aki az előbb előttem szólt, sem nekem, nem kéne bizonygatnunk, hogy mekkora szobrász volt Tápi Antal, mert ez a főműve. Ebben minden benne van. Ugyanakkor köztéri szobrai Szegeden tulajdonképpen kevésbé lényeges munkák. Tehát azokon nem lehet bebizonyítani, hogy mekkora tehetség volt, és micsoda expresszivitás munkált vele. Sajnos elég sok szobra maradt modellben, tehát ilyen gipsz modellben, és ebből egyébként a legfontosabb, ami sajnos mindmáig modellben maradt, ez a Hálóvető című szobra, ami 84 év óta lényegében valamilyen szinten készen van. Ennek a kiállításnak a legfőbb célja az, hogy Tápai Antal visszakerüljön a szegedi művészeti köztudatba, sokkal erősebben, mint ahogy most benne van. És nem utolsó sorban, amit ő nagyon óhajtott és életében nem érte meg, a Hálóvető című szobor végre fölállításra kerüljön. Thank you.